Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és ismét elővettem a jó kis Top Class, hiszen eszembe jutott egy nagyon jó ötlet, hogy mi lenne, ha megnéznénk, hogy melyik a Top Class leges, legjobb csapata. Na most felmerülhet a kérdés, hogy ezt hogy fogjuk eldönteni, mégpedig úgy, hiszen ugye hát azért itt van 12 csapat, de úgy döntjük el, hogy kinyitom egyrészt a displayt, kibontunk egy csomagot. Megnézzük a legelső kártya, az melyik csapaté. Na, aki akarna jönni. Méghozzá a Real Madrid, és az alatta lévőt is megnézzük, hogy melyik csapat, ő pedig Argentína. Innentől kezdve meg azt fogjuk nézni, hogy az a csapat fog nyerni, amelyik hamarabb szerez gólt, tehát aranygóllal, amiknek hamarabb jön a kártyája. Ha ez a Real Madrid lesz, a Real Madrid benn marad, Argentína kiesik, ha ez Argentína lesz, akkor értelemszerűen a Real fog kiesni, és utána így megyünk végig, ameddig nem marad egy-egy csapat, lényegében ez egy mini kupa, úgyhogy Real vs Argentína. Aranygólra fog menni, hát ez nagyon hamar eldőlt, Courtois, Real Madrid. Argentína konkrétan az első paknál elbúcsúzott, és nem is lett volna argentin kártya, de nem is lett volna még Real, úgyhogy Argentína kiesett, a Real Madrid bent maradt, ehhez kell tartani magunkat, kibontjuk a következő csomagot, ott is megnézzük, hogy melyik csapatnak jön először kártyája, nyilván ha Argentina, akkor átmegyünk a következőre, Brazília fog játszani, méghozzá Olaszországgal, úgyhogy Brazil vs. Olasz, aranygólig megy, itt megfordítjuk, PSG, de alatta már látjuk is Edersonnak a Rainbow Master kártyáját, itt pedig egy sima unbeatable Haaland még, úgyhogy az olaszok is nagyon hamar kiestek, maradtak a brazilok, fogyatkoznak itt a csapatok, ide félreteszem azok, akik bemaradtak, de simán lehet, hogy a Real Madrid már játszani fog, vagy Brazília itt a következő paknál is. Mert ha nekik jön a kártyájuk, de nem, Liverpool, Robertson, méghozzá a PSG-vel, és akkor ide csinálok egy ilyet, hogy félreteszem az olaszokat, meg az argentinokat, hogy azért lássam magamnak egy kis cheat. Szóval... Liverpool vs PSG, itt van egy Hernández, de Mbappé már jön is, hát srácok, ez így gyorsabb, mint amire számítottam, megmondom őszintén. Ennyi. Kiesett a PSG is. Jaj, dehogy is, a Liverpool, Jézusom, a Liverpool is kiesett a játékból, a PSG bent maradt, úgyhogy mehetünk is át a következő pakra. Szóval gondoltam, ez ilyen kis egyszerűbb eldönteni, hogy melyik a legjobb csapat, így kicsit könnyebb lesz játszani, meg így elkezdtem mondogatni, ti is könnyebben megismeritek a szabályokat. Chelsea vs Real Madrid, na a Real most kieshet. Ugye a argentinok már kiestek, de nem. A Real a második csapatot ejti ki. Ez hihetetlen. A Chelsea-től is elköszöntünk. Mit csinál a Real Madrid? Azt a mindenit. Vannak a németek, van itt még egy Mbappé, egy Thiago Silva, illetve Modric még. Hát ez döbbenet. Négy csapat ki is esett, már csak 80 vannak versenyben. És a Real újra játszik. Argentinok ugye kiestek, a Liverpool ugye kiesett, az olaszok ugye kiestek, úgyhogy a Manchester City jön, Real vs City, na egy jó aranygól. Melyik csapat fogja előbb megszerezni? Hát nem az első pakban van benne. Nézzük is a következőt, hogy vajon a City le tudja győzni újra a Real Madridot, vagy sem. Hol jön az első kártya? Német, aztán egy jó PSG duó, van itt Brazil, Richarlison, Chelsea, illetve Bayern. Na, ez egy hosszabb mérkőzés, most nagyon nem bír egymással a kettő giga klub. Adeyemi, Félix, Alaba. Ez döbbenet, a Real Madrid konkrétan mindenkit kiejt, srácok. Kiesett a City is. Ez döbbenet. Hát erre nem számítottam, hogy a Real ekkorát fog menni itt a videóba. Na, bontsuk is a következő pakkot. Na, még furán nyílik a csomag, vagy csak én vagyok béna. Azt mondja, hogy Németország. Ott is van. Németország fog játszani brazilokkal. Na, erre kíváncsi vagyok, ez egy érdekes ütközetnek tűnik, nem tartott sokáig, rám. Kiestek a brazilok is, hiába van ott egy New Sensation Anthony, már semmit sem ért, úgyhogy megy ide a úgymond temetőbe. Itt vagyunk lassan a felénél, kiesett már 6 csapat, 4 benne van, úgyhogy még 2 csapat nem mérkőzött meg egymással. Olaszország ugye kiesett,
itt vannak brazilok, kiestek, angolok, hoppá. De a City is kiesett, PSG benne van. Na nézzük, Anglia, VS, PSG, itt egy francia kártya, olasz, illetve német. Vajon legyőzik-e az angol? Az angol válogatott a PSG világválogatott csapatát. Scamacca, Haaland, itt jönnek a franciák, Kroos, van itt Di Maria, Cityből De Bruyne, Unbeatable, sima kártya, illetve egy James, nagyon-nagyon nem akarja adogatni magát, egyik csapat kártyája sem. Úgyhogy mehetünk is a következő pakra. Mbappé, de francia mezben van, mielőtt még írnátok. Úgyhogy ez így nem ért, viszont ott jön Harry Kane, és így az angolok kiejtik a PSG-t, itt pedig egy újabb Unbeatable, de ez is egy sima. Úgyhogy a PSG is kiesett. Wow. Na ez így most nagyon komoly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csapat esett eddig ki. Itt van még ugye 4, aki bennmaradt. És ha jól tudom, nem játszottak mérkőzést. Előbb láttam. De elfelejtettem, akartam is még mondani. Na mindegy, majd eszembe jut. Hogy ki nem játszott, bár itt amúgy igazából puskázhatunk is. A Liverpool, Chelsea, de a Chelsea is kiesett. A Bayern nem játszott még meccset. Úgyhogy franciák, brazilok, de ők is kiestek. Utána jön a németek, ők benne vannak, és a németek játszanak az angolokkal. A Bayern a végén úgy hozza be közben egy pure football kártya, hogy egy darab mérkőzésen fog játszani. Na, német vs. angol. Ez is egy izgalmas párharcnak tűnik. Bontsuk is a pakkot hozzá. Egy jó már ez, aztán brazil, utána németek. Németek kiejtették az angolokat is. Lényegében akkor a Bayern megmaradt, csak mindig nem játszott meccset. A Bayern hihetetlen nagyot tud kibekkelni jelenleg, hogy nem kell megmérkőzni senkivel se. Nézzük a következő pakkot. Döbbenet a Bayern, ez így hogy hozza össze. Chelsea már nem játszik, olaszok már nem játszanak, angolok már nem játszanak, ahogy a Liverpool sem, újra Anglia, utána Real Madrid, VS, Unbeatable Franciaország, de ők már kiestek, ha jól tudom. Na, a srácok, kicsit belekavarodtam, mert megzavart, hogy itt hagytam a brazilokat, és így még a franciák se játszottak mérkőzést, úgyhogy most megnézünk egy jó Real VS franciát, csak teljesen megzavart, hogy itt hagytam a brazil kártyákat. Na de... És nem, se nem Real, se nem francia. Nem jött. Úgyhogy a Bayernnek most még, most már tényleg csak a Bayern van, aki még nem játszott meccset, bár már biztos írtátok közben, hogy a PSG se játszott, csak nem vettem észre, Real Madrid. Kiestek a franciák is. És így most már fixen, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 további csapat volt, úgyhogy most már lényegében a Bayern-t is lerakhatnánk oda középre, ha jönne olyan kártya, de nagyon nem akar Bayern jönni, és a végén tényleg így húzzák be, hogy nulla mérkőzést játszottak le, ami meg nagyon durva azért, az úgy, hát igen, enyhén fura lenne. Na de, Bayern, tessék, csak eleget kellett mondani, és vagy a Real, vagy Németország ellen fognak játszani, méghozzá, egy kék Neymar, de itt van Benzema lapja, úgyhogy Bayern vs Real Madrid, aztán akkor így marad két csapat, hogy megnézzük, hogy melyik a top class legjobb csapat, ha vajon bejött a Bayernnek ez a taktika, vagy sem, hogy kivártak a végéig. Bayern vs Real, hát nem ebből a pakból dől el, nézzük a következő pakkot. Olaszország, angolok, Real. A Real kiejtette a Bayernt is. Úgyhogy Real Madrid VS. Németország, amihez egy jó fatpacket fogunk készhez venni. És itt megnézzük egy fatpackből, hogy mégis melyik csapat gyűjt több kártyát. Melyik lesz a top class legjobb csapata. Na nézzük, jó golzáporos mérkőzésre lehet számítani. Németországnak ott van 1-0, választni kell a Real Madrid kártyákra is, de Götze már 2-0, viszont Modric 2-1. Megfordítjuk a kártyákat, angolok, Liverpool, City, van itt még Chelsea és Koulibaly, Németország 3-1 a Real Madrid ellen. Nagyon durva, 3-2, Valverde 1-ből.
Na vajon a végére valamit tartogat-e még? Unbeatable, sima, van itt Hollow Giant, de egyik se. Egyik se abból a csapatból Werner bevitte, 4-2-re nyertek a németek. Ami azt jelenti, hogy ebben a kis gyors kupa szimulálásban a németek lettek a top class legjobb csapata. Szerintem azért elég király volt, a Bayernnek nem jött be végül ez a taktika, hogy nagyon elbújtak itt a mérkőzések elől. Németország a végén legyőzte egy fatpackből a Real Madridot. Úgyhogy a srácok, ez lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. És találkozunk egy következő videóban, addig is legyetek jó, sziasztok!